Isten igéjét a 115. Zsoltárból olvasom, így szól hozzánk Isten írott igéje. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van. Megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek. Van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak. Van orruk, de nem szagolnak. Kezük, de nem tapintanak. Lábuk, de nem járnak. Hang sem jön ki a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. De Izrael, te az Úrban bízzál, segítséget és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál, segítséget és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízatok, segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát, megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket, a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, a földet pedig az embereknek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek, hanem mi. Mi áldjuk az Urat, most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat. Halleluja. Amen. Eddig Isten írott igéje. Egy olyan zsoltár ez, amit a zsidók ünnepeken szoktak énekelni közösen. Például a páska vacsora után azok, akik egy asztalnál ülnek, ebből szoktak énekelni. A 113. és 114. zsoltárt szokták énekelni a páska vacsora előtt, és akkor a 115-től néhányat a páska vacsora után. Tehát az Úr Jézus is énekelte ezeket a tanítványaival az utolsó vacsorán. Mielőtt kimentek volna, ugye éjfél után már szabad volt felállni az asztaltól és kimenni a szabadba, gratulálni a többieket, mert ugye az volt a nagy esemény, amiről olvastak, amiről beszéltek, hogy Isten kiszabadította az ő népét Egyiptomból, és ha a János evangéliumát olvasjuk, akkor ott szépen le is van írva. Hát nem azt, amit énekeltek, de azt igen, hogy énekeltek. Hát most elárultam, hogy például ezt énekelték. 115. Zsoltár. Egy nagyon fontos zsoltár, ilyen ünnepi zsoltár, mert én szerintem ebben a zsoltárban lehet jól és szépen meglátni, hogy Isten népe, ha minden rendben van, miután végig gondolta, hogy Isten mit csinált érte, hogy Isten népe mit gondol magáról. Amikor egyszer annak a hatása alatt van, hogy Isten miért szabadított ki bennünket, Isten miért adott törvényt, Isten miért adott szent lelket, Isten miért gondoskodott az őseinkről a pusztában, a nagy ünnepek után. A válasz az mindig ez volt. Jó. Akkor most megláttuk Istennek a nagy dicsőségét, akkor most újra jobban megértjük, hogy mi kik vagyunk, és mi a dolgunk. És ezt vissza énekelték Istennek. És azért jó ez a zsoltár a november első vasárnapjára, mert benne vannak azok a dolgok is, amikre mi éppen emlékeztünk az elmúlt napokban. Mi ott volt a reformáció napja, amikor visszagondoltunk arra, hogy gyakorlatilag Isten újra megtette azt a csodát, amit nagyon sokszor szokott csinálni. Hogy amikor a legnagyobb sötétség van, amikor az emberek azt gondolják, hogy nincs kiút, akkor Isten ad először egy kis dolgot, ami nagyon gyorsan nagy dologgá változik, és szabadulást hoz. Akár az Eszter története is ilyen.
Természetesen a legszebb az Úr Jézus születése ilyen. Amikor az a nép, amely sötétségben lát, hirtelen lát világosságot. Amikor először Keresztelő János hirdeti az evangéliumot, utána maga az Úr Jézus. De azóta még többször Pál apostol a börtönben énekel egyet, és Isten megrázza egy kicsit a földet, megnyílik a börtön ajtó, de nem is az a legérdekesebb, hanem megtér a börtönőr. És utána egy becsült gyülekezetnek a tagja lesz. Az egyetlen gyülekezet volt az Filippiben, akiktől Pál apostol pénzügyi támogatást fogadott el. Tehát egy annyira élő gyülekezet volt, annyira értették az ő helyüket az Isten országában, hogy Pál apostol másról azt mondta, hogy senkitől nem fogadok el pénzt, mert a végén ugye még azt gondolják, hogy ha ők adják a pénzt, akkor ők eldöntik, hogy én mit csinálok. Nem. A filippi gyülekezettől a megtért börtönőr volt. Az volt az egyetlen gyülekezet, ahol annyira ugye egy szívvel, egy lélekkel voltak az apostollal, hogy tőlük Pál apostol elfogadott még pénzt is. És a reformáció is ilyen volt. Amikor gyakorlatilag már csak a tudósok foglalkoztak a Biblia szövegével, hogy milyen érdekes, és mit lehet még róla tudni, amikor a templomokban azok az emberek, akik pénzt kaptak azért, hogy állásuk legyen a templomban, a pénz egy részéből felbéreltek egy diákot, aki felolvasta a szöveget, amit ő se értett, meg az emberek se, akik ott voltak. Amikor erről szólt az egyház, hogy a templomba menni nem érdemes, mert úgy érted, de ha úgy gondolod, hogy rendezni kell az életedet Isten felé, akkor adjál pénzt, mert pénzért adunk bűnbocsánatot, adjál a papnak, adjál az egyháznak, az egyház legyen rendben, aztán majd az egyház gondoskodik arról, hogy te is rendben legyél Istennel. Amikor ott tartott az egyház, hogy már nem is volt egyház, akkor ugye Luther Márton néhány megrázó életesemény után elkezdte keresni az irgalmas Istent. És ezért szerzetesnek állt. Ma azt gondolta, hogy ott fogja megtalálni. És az igaz is volt, meg nem is, mert önmagában a szerzeteség nem segített neki, de két dolog nagyon segített rajta. Az egyik az, hogy Rómában látta az egyháznak a süllyedését, hogy miért kell az a sok pénz, meg milyen jól élnek belőle, közben ugye a német nép milyen nyomorúságban él. A másik az, hogy kezdett komolyan a Bibliával foglalkozni. Mert ő volt a tanár. Neki kellett a római levelet magyarázni a társainak, és akkor döbbent rá arról, hogy de mi van benne valójában. És milyen nagy ellentét van az olvasott ige és az elhangzó tanítás között. És azt mondta, hogy jó, térjünk vissza. Nézzük meg, mi történik, amikor én német nyelven azt kezdem mondani, amit az Úr Jézus arám nyelven mondott. Hát és az történt, hogy a Szentlélek megáldotta, és ahol szól az evangélium üzenete, ott a másik oldalon azonnal visszhangra talál. Ahol Isten szava szól, tehát nem csak beszélünk egy-egy szóról a Bibliából, mert az nem segít, de amikor valaki, akit Isten elhívott, a Bibliát le tudja fordítani a hallgatóknak a szavaira, meg gondolataira, meg életeseményeire, ott érezhetővé válik, meg tapasztalhatóvá válik, hogy itt valóban az Isten beszél. Ugye ez volt a reformációnak a nagy csodája, és gondolkodhattunk az elmúlt napokon azokra is, akik már nincsenek közöttünk, akik már meghaltak. És ez a zsoltár is mind a két csoportot megemlíti. Amikor Isten népe meghatározza, hogy ő kicsoda, akkor azt mondja, hogy de nem vagyunk ilyenek, és nem vagyunk olyanok. Ugye az első, amit igazából az utolsó, amit mond, de most ebben az ígérdetésben a sorrend az lesz, hogy azt mondják, hogy magukról, ugye tehát Isten nép önmagáról beszél, és akkor azt mondja, hogy de vala jobb helyzetben vagyunk, mint bizonyos mások. Mert nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek. És így sajnálattal gondol vissza
Zsoltár író azokra, akik már meghaltak, mert az ő létükből nagyon fontos dolog hiányzik. És ugye itt a csend hona a kifejezés, önmagában nem az volt a probléma a Zsoltár író számára, hogy aki meghalt, az már nem hall zenét, például. Hanem inkább az volt a nagy különbség az élők és a holtak között, hogy amikor együtt van egy társaság, és jól érezzük magunkat, mit csinálunk? Hát azt, ami itt is éppen történt. Mindenki kezd beszélni. Arról, ami történt vele. A többieknek el akarja mondani, hogy milyen jó élménye volt, amikor a gyerek a templomban azt mondta, hogy te legalább foglalkozol velem. Te beszélsz hozzám, hogy ilyen fontos a beszéd, amikor a gyerek már tényleg már élő sót nem hall, csak a telefonjából. Ugye egy Isten ószövetségi népének az életében az volt a csúcs, amikor közösen részt vehettek valami ünnepen Isten házában. Amikor kötelező volt részt venni az Isten tiszteleten, és utána kötelező volt részt venni a közös étkezésen. Ma az volt a buli. Folytatódott az Isten tisztelet, az áldozat bemutatása után egy közös étkezéssel, és nem egynapos és nem kétnapos, hanem a nagy ünnepek egy hétig is eltartottak, és még sok minden más is történt. Amikor nem kellett az otthoni dolgokkal foglalkozni, hanem együtt lehetett mindenki a családjával, a rokonokkal, vagy egyszerűen a hitsorsosokkal, az Isten házában mehettek be, nem teljesen a belsejébe, de a nagy udvarba, igen, és Isten előírta, hogy olyan lakomát kell tartani, ahol még a szegény is jól érzi magát. Tehát ha én voltam az a szegény, akkor valahol a tömegben voltak emberek, akik hozzám jöttek egy adag étellel. Hogy én láttam, hogy a tiéd már elfogyott. Nem mondja senkinek, de adok egy kosarat. Ez volt a csúcs. Mert Isten elképzelésében, az emberi életben ez a csúcs. Amikor Istennel és embertársal tökéletes szeretett közösségben vagyunk. Úgy, hogy még képesek is, nyitottak vagyunk arra, hogy gondoskodjunk egymásról, hogy senki ne szenvedjen hiányt semmiből. És ahhoz képest itt mondja a Zsoltár író, még az ószövetségi időkben, de hát akik már meghaltak, azok hova kerültek? És ő úgy fogalmazza meg, hogy a csend honába. Amit én úgy tudok elképzelni, mert már voltam ilyenbe, mint ilyen egy olyan szoba, amelyet úgy építettek, hogy nincs benne visszhang. Ugye én mérnök vagyok, fizikát tanultam Műszaki Egyetemen, és bizonyos dolgok miatt, amikor valamit ki kellett találni, vagy utána kellett járni, két különböző szoba volt az egyetemen. Az egyik olyan szoba volt, ahol nem volt visszhang. Úgy alakították a falakat, hogy amikor beszél ott az ember, lehet, hogy önmagát se hallja. Tehát ahogy kimondom a szót, ott azonnal meg is áll az élet. És volt a másik, a tökéletes visszhangos szoba, ahol hát csuttogni sem volt szabad igazából, mert úgy megsüketül az ember a saját csuttogásától, hogy egyszerűen hihetetlen, de hogy úgy lássuk a kettőnek a különbségét, és na, bizonyos eljárások miatt ez fontos volt. Lényegtelen. De én már voltam olyan helyen, élőként, ami tényleg a csend birodalma. Ahol, amikor én beszélek, nem is hallja az, aki mellettem áll. Amikor az Ószövetségben a halálra gondoltak, akkor ez volt a rémkép. Hogy mindenki egy idő van. Ezért nem is tudja Isten dicsérni, mert ha kimondani is valamit, hát az nem jut el a másikhoz. Most az az érdekes, hogy amikor fellapozzuk az Új Szövetséget, akkor látjuk azt, hogy amikor János látja a mennyországot, akkor vannak ott lelkek, akik énekelnek, akik dicsérik az Istent. Magyarul valami történt. Az Ó és az Új Szövetség között történt valami. Amikor az Úr Jézus meghalt és föltámadott, akkor ő csinált valamit.
Még azokkal a megholt emberekkel is, akik az Ószövetség alatt haltak meg. Ők többé nem a csend honába voltak. Az Úr Jézus áthozta őket egy valamivel jobb helyre, ahol már lehet dicsérni az Istent, ahol már hangzik az ének. Persze még mindig nem támadtak föl, még nem kapták vissza a testüket, és ugye az a legfájdalmasabb, hogy nincs kapcsolat a Biblia szerint a holtak és az élők világa között. Ők nem látnak bennünket. Megvannak az emlékeik, de ők nem látják azt, amit megtörténik a Földön. Fordítva, nem is hallják azt, amit mi mondunk itt a Földön. Mert ugye nem sem értelme halott emberekhez imádkozni, hát mi mondhatjuk, csak ők nem hallják. Mert a Biblia szerint nincs ez a kapcsolat a két világ között, és ha valaki mégiscsak vél kapcsolatot felfedezni, akkor a sátánnak az egyik csapdájába esett. Mert a sátán el akarja hitetni, hogy mégiscsak van. Hogy kerülhetsz te kapcsolatba a holtakkal. És mindig van egy démon, aki szívesen úgy csinál, mintha egy meghalt szeretünk lenne. És bevisz bennünket olyan csapdába, amitől később nagyon nehéz kijutni. Nem tudni dicsérni az Istent. Abban az állapotban lenni, hogy a szavam nem is jut el a másikhoz. Na, az lenne az egyik legrosszabb dolog, ami történhet az Isten népével. Aztán ott van a másik. Hogy a Zsoltárban Isten népe örül neki, hogy ők nem bálvány imádók. Olyan abban az időben, amikor Dávid, vagy valaki írja a Zsoltárt, akkor az volt a nagy különbség azok között, akik az Isten útján jártak, és azok között, akik nem. Akik nem ismerték az Istent, csináltak szobrokat. És azokhoz imádkoztak, azoktól vártak segítséget. Pár, persze ők is tudták, hogy nem maga a szobor, de annyira különlegesnek tartották a szobrot, hogy mégiscsak az volt a lényeg, hogy hol a szobor, mit csinál a szobor. És akkor itt szépen felsorolja a Zsoltár író, hogy a szobor ami a baj. Hát lehet szeme, de nem lát vele. Bezek a mi Istenünk lát bennünket. A szobornak lehet füle, de a szobor nem hall semmit. Bezek a mi Istenünk. Meghallja a mi imádságunkat. Lehet még a lába is, de nem tud elmenni, ugye szekére kell rátenni, és elvonszolni valahova. Hát a mi Istenünk meg tud jelenni ott, ahol akar. És nem az a döbbenetes, az a döbbenet, amit a Zsoltár író mond. Azt mondja, hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Ugye ez nem átokként mondja, az tényként mondja. Azt mondja, hogy ha valaki egy szoborban bízik, akkor olyan lesz, mint egy szobor. Lesz szeme, de nem lát. Van füle, de nem hall. És most is vannak vallások, ahol a szobrok nagy fontos szerepet játszanak, hinduizmus, buddhizmus. És tényleg, ott lehet azt látni. A hinduizmus ugye egyik alaptétele, hogy hát olyan állapotban születtél, amit megérdemeltél. És akkor legyél a jobb ember, és akkor a legközelebb újra erre a földre születsz meg, és akkor lehet, hogy jobb sorsod lesz. De ha nem, akkor lesz a béka, vagy még valami más. Hát így jártál. Hát ugye nem igazából szeretett teljes, hogy mindenki a saját sorsával van elfoglalva, mindenki önmagát szeretne jobbítani, vagy javítani. Hát, hogy abból hogyan lesz egy normális társadalom, azt a hinduktól kellene megkérdezni. De ugye erről beszél. Ugye ezt a gondolatot kell nekünk átvinnünk. Krisztus ideje óta egyre kevesebb a bálvány imádó, aki tényleg szobrot készít. Ugye az Úr Jézus idejében ott voltak a farizeusok, akik nem szobrot készítettek egyáltalán, de nekik is volt bálványuk. Ugye nekik a törvény, az írott szabály, az volt az ő bálványuk, hogy a szabályokat kell betartani. És megtaláltak elég sok szabályt a Bibliában, de ez még nekik kevés volt, gyártottak még hozzá többet. Mert mindig lehet még egy szabályt kitalálni egy bizonyos élethelyzetre. De ugye a szabályokkal mi a baj? A szabályokkal és a törvényekkel az a baj, hogy mindig csak a külsőt tudja meghatározni. Egy szabály sem tudja előírni, hogy te hogyan érez. Egy szabály sem tudja
előírni, hogy a belsőd milyen legyen, miközben megteszed azt, amit a törvény tőled kér. És akkor milyen emberré válik az az ember, akinek a törvény a legfontosabb? Hát képmutató. Mert a törvény nem tud más csinálni, csak egy szép külfőt tud csinálni, hogy mögötte mi van, ezt ki tudja. Az lehet olyan hideg, ebben nőtt fel a Pál apostol, mint farizeus. Aki ismerte azt a szabályt is, hogy ne ölj, de úgy értelmezte, hogy azért a keresztényeket szabad börtönbe vetetni, aztán meg megöletni. És egy megtérés kellett hozzá. És sok-sok év az Úr Jézus szolgálatában, hogy az a farizeus, a színtiszta képmutató, akinek csak törvénye volt, és büszke is volt arra, a származására, meg a törvényre, Pál apostol mondja. Nagyon sok év kellett ahhoz, hogy egyrészt ő azt mondja, hogy most már kárnak veszem mindazt, amiről olyan büszke voltam, és az a kőkemény farizeus, aki keresztényeket vitt börtönbe, ő írta a szeretet himnusát. Honnan lehet tudni, hogy Pál apostol valóban megtért? És nem csak egy kicsit másképp kezdett gondolkodni. A belseje változott meg teljesen. Mert amikor nem a törvény a fontos, hanem az élő Isten, akkor az lesz fontos, ami az Istenben a fontos. Az pedig a szív. A belső. A hűség. A szeretet. A kitartás. Az irgalom. A bocsánat. Ezek mind belső dolgok, amelyek kihatnak, ugye, a külsőre is természetesen, de megváltoztatják a bensőnket, és nem a külsőnket. Aki valamit imád, ami nem az Isten, az olyanná válik. Ha valaki a pénzt imádja, akkor olyan lesz, mint a pénz. Ha valaki a filozófiát imádja, akkor olyan lesz, mint a filozófia. Csak lehet otthon még végig gondolni, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Hogy valami divatos gondolat van a világon, és az emberek ilyenekké válnak. De Isten népe nem. Mert Isten népe más csinál. Isten népe bízik az Istenben. És azért bízik Istenben, mert Isten az ő segítségük és pajzsuk. Isten segítségnek és pajzsnak bizonyult. Ezért mondtam, hogy ezt a zsoltárt például a Páska vacsora végén énekelték, amikor először tudták, hogy Isten mit csinált. Réges-régen. És utána lehetett arról beszélni, hogy ehhez hasonló dolgokat Isten hogyan csinált az én életemben, az elmúlt x évben. És akkor lehetett bizonságot tenni egymásnak arról, hogy én is megtapasztaltam az én életemben, hogy Isten a segítő és a pajzsom. Olyan segítő, azaz, amikor Isten rámutat egy útra, amit én magamtól soha nem találtam volna meg. És a segítség, vagy a pajzs, azaz, amikor Isten megvéd engem olyan kísértésektől, vagy negatív dolgoktól, amelyek miatt elveszítettem volna a helyes irányt, de mivel ő ott van, mint páncél, vagy így is lehet fordítani, vagy pajzs, ezért meg tudtam maradni ellenszélben is. Mert Isten szeretetteljes és hűséges. Ez Istennek a lénye. Ő így mutatja meg magát az ő nép iránt. A szeretet itt a Bibliában az azt jelenti, hogy mivel kapcsolatban vagyunk egymással, többet adok neked, mint amit másnak adnék. Olyan a saját gyerekemnek vagy unokámnak lehet, hogy nagyobb csokit adnék karácsonykor, mint egy másik gyereknek a gyülekezetben. Mégiscsak az én gyerekem, mégiscsak az én unokám, mégiscsak egy picivel többet adom, vagy többet nézek el tőle, mint egy vadidegentől. Vagy a gyerekemtől többet nézek el, mint a szomszédtól, mondjuk. Na, ilyen az Isten szeretete. És Isten hűsége az azt jelenti, hogy lehet ráépíteni. Hogy amikor ő egyszer megfogta a kezemet, az azért csinálta, hogy soha többé nem engedje el. Ezért lehet Istent megtapasztalni segítségként és pajzsként, mert az ő oldalán ott van a szeretet és a hűség. Ugye ez a kettő, ez válaszol egymásra.
Mivel Isten népe ezt tapasztalta meg, hogy Isten szeretetteljes és hűséges, ezért mondja ki, hogy Isten az én segítségem, és Isten az én pajzsom. És ezekkel a dolgokkal, azt mondja az igény, áldja és dicséri az Urat, az Isten népe. Itt az áldás, ugye, amikor mi azt a szót halljuk, hogy áldást, akkor mindig abból a személyből indulunk ki, aki kitárja a két kezét, aki adja az áldást. A bibliai szóhasználatban, legalább itt ebben a Zsoltárban a másik oldalt kell nézni. Amikor Isten népe áldja az Urat, az azt jelenti, hogy térdre esik előtte. Tehát nem úgy áld, hogy én mondom az áldást ő fölötte, hanem lehetőséget adok neki, hogy ő áldjon meg engem. Tehát kifejezem, hogy tőle várom a segítséget, kifejezem, hogy őt tartom az én pajzsomnak, abban a tudatban, hogy ő ezt meg is fogja tenni. Hogy ő tényleg az, aki mondja magát, és ugye az az áldás. Így áldja Isten népe az ő Urát, hogy nem csak a szájával kimondja, hogy az én Uram meg az én Istenem, hanem az egész élete egy térdre borulás. Minden helyzetben újra. Abban a tudatban, hogy amikor én térden állok, nem én vagyok a gyenge, hanem egyszerűen kifejezem a helyzetet. Kifejezem az igazságot, hogy tényleg ő az Úr, és én vagyok a gyermeke és a szolgája. Abban nincs semmi megalázó, amikor egyszerűen kifejezem a testemmel az, ami a valóság. És nem csak térdre borulok az Isten előtt, hanem dicsérem őt, és ez egy nagyon vicces kifejezés a héber nyelvben, mert gyakorlatilag azt jelenti, hogy ragyogóvá teszem a másikat. Tehát valamit csikálok, és akkor ragyogóvá válik, arra is lehet gondolni, de lehet arra is gondolni, hogy egy szép szót mondok valakinek, és mi történik? Felragyog az arca. Nem? Azt mondom, hogy de szép verset mondtál, és akkor jön a mosoly, vagy megdicsérjük a gyereket, akkor lehet látni azt, amit a héber szó mond. Amikor visszamondom a másiknak a jó tulajdonságait, ha visszamondom a másiknak, hogy de jó dolgokat csináltál, de ügyes voltál, akkor most emberek között is látjuk azt, hogy a másikban így felragyog az arca. Valami világosság gyúlik a lelkében. Na, arról beszél itt az ige. Amikor dicsérjük az Istent, akkor ha lehetne még egy kicsit dicsőségesebbé, egy kicsit világosabbá, egy kicsit ragyogóbbá tesszük őt, hát nem lehet, mert Isten ragyogását már nem lehet überelni, nem lehet még ragyogóbbá tenni az Isten ragyogását, de értjük, hogy amikor elmondjuk, visszamondjuk Istennek azokat a jó dolgokat, amelyeket tőle tapasztaltunk, az olyan, mint amikor az édesapámnak, az édesanyámnak mondtam, köszönöm szépen, jaj, de jó, örülök, hogy itt vagy, örülök, hogy találkozunk, és látom a másiknak az arcán a ragyogás. Értitek? Ezért vagyunk elhívva. Ezen a földön. Miért? Azért, hogy ne a mi dicsőségünk legyen nagyobb. Mert önmagunktól senkik vagyunk. Ugye a Bibliában, ahogy mondtam, Pál apostol úgy nőtt fel, hogy azt gondolta, hogy az nagyon számít, hogy ő izraeli, meg farizeus. Most rá kellett neki is döbbenni arra, hogy de nem. Nem az számít. Az számít, hogy Istené vagyok, vagy nem vagyok Istenné. És mind a mai napig érvényes ez. Önmagában nem az számít, hogy magyar vagyok és református, bár nem baj. De nem az a lényeg. Nem az én nevemnek legyen nagyobb dicsősége, hanem Istennek legyen nagyobb dicsősége. Nem csak a saját szememben, hanem úgy, hogy amikor én dicsérem őt, és áldom őt, amikor az én életem az, hogy amikor kell, akkor térden állok előtte. Amikor kell, akkor visszamondom neki mindazokat a jó dolgokat, amelyeket megtapasztaltam tőle. Amikor ezt teszem meg, akkor nem én leszek több.
hanem mindenki, aki ezt hallja tőlem, rá fog döbbenni arra, hogy nekem Istenem van. Nekem élő Istenem van. Hogy a pogányok, így mondja a fordítások, hogy a pogányok ne kérdezzék, hol a te Istened? Mert ha nem dicsérném az Istent, ha nem lennék tisztában a helyzettel, akkor ő ezt honnan tudják? Soha nem fogják észrevenni. De mint Isten nép, épp arra vagyunk elhívva, hogy térden állva, az Isten arcát ragyogóbbá téve, éljük az életünket, és lehet, hogy nem is direkt, lehet, hogy nem is szándékosan, de eljut ennek a hiteles életnek a híre a szomszédhoz, az ismerőshöz, a kollégához, a munkahelyen, az unokához, a hittanoshoz, amikor valamikor ő is észre fogja venni, hogy nem az a lényeg, hogy milyen szép képeket lehet látni, vagy milyen szép filmeket lehet látni, vagy milyen, hanem rájön arra, hogy itt az életről van szó. És itt az élő Istenről van szó, aki lehet nekem is segítségem és pajzsom. Mert Isten szeretette és Isten hűsége nem változik meg. Csak én. Csak én, hogy reagálok erre. Én hogy állok ebben a helyzetben, elfogadva, vagy elutasítva. És a Zsoltár író talán még nem is volt teljes tudatában annak, hogy mindez teljes egészében be fog teljesülni majd a feltámadás után. Amikor már nem kell magunkat, hogyan mondjam, a saját helyünket úgy meghatározni, hogy de jó, hogy nem vagyok se halott, se pogány. De jó, hogy tudom a dolgomat. Mert halottak nem lesznek, a pogányok meg nem velünk lesznek. Hanem ezt fogjuk tapasztalni majd a feltámadásunk után. Hogy valahogy mégiscsak, bár emberileg lehetetlen, de mégiscsak a feltámadás után még ragyogóbb lesz az Isten arca. Amikor az összes gyerekét egyszerre összes közösen látja önmag előtt, teljes szeretet közösségben, ővele is egymással. És biztos vagyok benne, hogy még utána is egy mélyülő folyamatban lesz részünk. Amikor még jobban fogjuk megtapasztalni, hogy Isten szeretete még mi mindent jelent. De most nem tudjuk. Még meg nagyon az elején vagyunk. De azt az elejét, azt meg kell ragadni, és meg kell tartani. Hogy legalább ezt lássuk, ami ebben a Zsoltárban benne van. Hogy ezt próbáljuk magunkévá tenni. Ezt próbáljuk nem csak tudni, hanem élni a gyakorlatban. Mert erre vagyunk elhívva a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen.